Sportüzet is a helyére tolják. Start, elindult a 2014-es köztársasági díj. Tiny Smile veszi a legjobb startot, és ő vezet az indítás után. Tiny Style mögött pedig jól jönnek el többiek, többek között Tábortűz, ugye ő szokott vezetni ezúttal, és azt teszi. Tábortűz most már az első mögött, ott van Tiny Smile egy hosszal leszakadva, a harmadik pozícióban a Summer Hill, illetve Diplomatát látom jól galopozni, ott van Mediplomát. A mezőny végén 2-3 hosszal Nicole Paulival Panda halad, amikor kijöttek a lovak, most már a kanyarból 1400-as táblát elhagyva, biztosan vezet Tábortűz, előnye egy másfél hosszra tehető Tiny Smile-al szemben. Tábortűz, Tiny Smile, kettőse az élen, ott van Mediplomát, Indy Jones, Röptűz, Diplomata egy csomóban, mögöttük 2-3 hosszal pedig Panda zárja a sort, nagyon nyíltnak tűnik a verseny, mikor az ügető átjáron átgalopoznak a telivérek, biztosan vezet Tábortűz. Tábortűz előnye 2-3 hosszra nőtt időközben, Tiny Smile még mindig a második, Mediplomáttal azonban Mario Sun elindul az üldözésükre. Mellette ott van Röptűz, mögötte már Panda színei tűnnek fel. Indy Jones visszacsúszik a mezőny végére, de igazándiból ő sincs messze az elejétől. Továbbra is az élen Tábortűz, amikor az utolsó 800 méter következik Fejes Lajossal, és egy 3-4 hossz még mindig az előnye. Tiny Smite már lovagolni kell, azért kicsit Mediplomát könnyen zárkozik top súlyával. Mögötte Röptűz, Summer Hill, Panda további sorrend. Indy Jones nem nagyon akar csatlakozást találni, Diplomata pedig még kevésbé találja a ritmusát a mai versenynek. Amikor bejönnek a lovak, most már a célegyenesben a 400-as táblához érve, az élen még mindig Tábortűz. Tábortűz az első, támadja azonban Mediplomát. Tábortűz, Mediplomát, Röptűz, kívül jól jön megint Summer Hill, belül Panda támad. Nagyon nagy verseny lehet ebből a távozlophoz érnek. Tábortűz még mindig az élen van, már ott mellette most már Röptűz színei tűnnek fel. Panda, Panda, Röptűz, Mediplomát, ez a sorrend, és Panda megverheti talán Röptűzet, de Mediplomát még mindig szívósan védekezik ott középen. Panda nyerheti a versenyt, ez lesz az idei első győzelme. Panda fogja megnyerni a futamot. Panda az első, második Röptűz, harmadik Mediplomát, negyedik lesz végül Tábortűz. Hát egy nagyon esedékes és kiárt siker ez Pandától, és ahogy említettük a bemutatásnál, hogy csak elit kategóriában kell futni, és ezt a hűséges kis kanca meg is hálálta egy szép győzelemmel. Végig nagyon könnyedén jött, frissen jött, Nicole Poli pedig a befutóban, amikor versenybe dobta, nagyszerűen jött és lefiniselte az ellenfeleit. Szép küzdelem volt, hiszen Mediplomát nagyon sokáig jól tartotta magát, sőt, hát a telivérfarmos Röptűz is szintén csak elit kategóriában jól fut. Na nézzük. Ott belül Tábortűz ugye nagyon szépen vezet a starttól, rendkívül sokáig tartja magát az élen. Itt elég nagy a tömörülés, ugye ott Tábortűz mellett ott van Panda, aztán ott van Mediplomát, kívül jön ifjabb Kozmával Röptűz, Summer Hill ezúttal nem tud nagyot varázsolni, de Panda megérdemelt győzelmet arathat. Panda. Hivatalos befutási sorrendje 7-es, 3-as, 1-es. Ismétlem, 7-es, 3-as, 1-es. 7-es, 3-as, 1-es, Panda, Röptűz és Mediplomát. Kovács Sándornak két idomítottja a frontban, és Rosszivál lova Mediplomát lett a harmadik. Ugye Röptűznek volt egy nagyon-nagyon értékes formája az osztrák derbiben, ahol negyedik lett, hogyha jól rémlik. Aztán utána nem hozta azt, amit vártam.